Szeretettel köszöntelek én is titeket. A mai alkalommal egy milliárdos ember megtéréséről fogunk beszélni. Biztosan, hogy az Úr fontos üzeneteket szól nekünk. Ez a dúsgazdag ember Zákeus volt, akiről a Lukács evangélista a következőket jegyezte föl. Lukács evangéliuma 19. részében az első verstől a következő. Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Írt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fő vámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott a fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Na ez a fügefa, ne úgy azt higgyétek, hogy ez volt, amire Zákeus fölmászott, de ez a fügefa Jerikóban van, és hasonló ilyen fügefára mászhatott fel a vámszedőnk. Olvasom tovább. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, ime vagyonom felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Vagyis az elveszett ember kegyelmet kaphat az Úrtól. Tehát Zákeus egy nagyon gazdag ember volt, 2000 évvel ezelőtt fővámszedő volt, csak úgy fúlt a zsebébe, meg a táskájába a sekel, az aranypénzek, az ezüstpénzek, rengeteg jövedelme volt a gazdag ifjúnál is. Valószínű, hogy sokkal gazdagabb volt. A gazdag ifjú az örök életet kereste, és szerette volna elnyerni az örök életet, és hogy ő akkor a gazdag ifjú nyíltan odaállt Jézus elé. Neki nem volt semmi olyan bűne, olyan botrányos ügye, hogy szégyenkeznie kellett. Ő büszkén odaállt Jézus elé, és akkor azt mondta, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. És akkor majd
Jézus elmondja neki, hogy mit kell tenni. Ez a Zákeus pedig nem mert oda menni Jézushoz. A tömegen keresztül nem is jutott volna oda, mindenki elkergette volna, kúrjunkattak volna, hogy mit keres itt egy ilyen bűnös vámszedő. A gazdag ifjú nyugodtan mehetett, ő közismert úriember volt, nem volt akadály. Jézus az zarándokokkal együtt érkezett Jerikóba, ez még körülbelül egy napi járás Jeruzsálem és Jerikó között, hogy valaki Jeruzsálembe, a városba érjen. Itt ez a vidék egy nagyon kedvező, éghajlatú, dús növényzetű hely, a város maga is Jerikó ilyen volt, és fontos átmenő forgalmú hely volt, ahol az emberek megszálltak, mert hogy ez a forgalom, ez Arábia felé jelentős kereskedelemmel bírt, balzsam exportot szállítottak itt, és ezért aztán a római korban Júdea vámszedő állomása is itt volt, tehát egy nagyon központi hely volt Jerikó, ahova Jézus érkezett, okkal érkezett Jézus, hiszen ő a város egyik legbűnösebb zsidójával akart találkozni, akit Zákeusnak hívtak. Zákeus a jerikói adók beszedője volt, valamennyi itteni vámszedőnek a fölöttese. Innen van a rendkívüli gazdagság az Zákeusnak, és ezért vetették meg nagyon mélyen a zsidók, mert zsidó létére embertelen módon kiszolgálta a római hatalmat, erőszakkal is beszedte a vámot és az adót, és ezért lett gazdag ember, mert nyilván, hogy nem csak a fizetéséből élt, hanem a mellékesből is, amit kipatvarkodott, és kierőszakoskodott, és kiagresszívoskodott a városba érkező, tovább utazó balzsamkereskedőktől, de nem csak a pogányoktól, hanem a saját népétől is. Úgyhogy nagyon nem szerették Zákeust, és megvetették. Megdöbbenve olvasom mindig ezt a mondatot, ami így következik, hogy szerette volna látni Jézust. Hogy történik ez, hogy ő magát, Jézus szerette volna látni, szerette volna egészen közelről megismerni őt, hogy kicsoda az, hogy ki ő, aki ilyen hatalmas, a munkatársai, ugye, mert nem csak egyedül volt Izrael földjén vám főnök, hanem sok vámos volt olyan kollégája, aki megtért, komoly és bizonyságot tett biztosan Zákeusnak, hogy neked is meg kellene, öreg, térned, és az életedet az Úrnak kellene adni, mert ez így nem fog menni. De hát Zákeus biztosan, hogy sokat hallott Jézusról, de ilyen közel még nem került hozzá. Mit akar ez a gondolat, hogy szerette volna látni? Én úgy gondolom, hogy azért szerette volna Jézust látni és vele találkozni, mert már hírből, ahogy említetted, ismerte őt, de nem a puszta kíváncsiság vezette őt, hanem az, hogy nagyon vágyott valami megnevezhetetlen után. Azt sejtette, hogy aki most közeledik Jerikó felé, az meg tudja őt szabadítani, mégpedig a lelkét.
attól az életformától, amely őt teljesen elszakította Istentől, Isten igéjétől, a törvénytől, mert nagyon törvényellenesen élt, és Isten népétől is, a gyülekezettől, nyilván, hogy annyira megvetették, hogy talán köptek is, amikor őt meglátták, és vágyott Zákeus a szíve mélyén, hogy megszabadulhasson attól a tehertől, ami lelki teher volt, és a számára is már nagyon nehéz volt. Én így gondolom, mert hogy óriási igyekezet volt benne, hogy ő megláthassa Jézust. Tehát ez van itt az igében, hogy szerette volna látni Jézust, és hogy Jézusnak a következő szavai, amit majd mindjárt olvasok, hogy ez Zákeusra is vonatkozik. Nem a farizeusokra, írástudókra, akikre azt gondolna az ember, hogy az ő rájuk vonatkozik. Szerette volna Jézus látni, és Jézus egyszer ezt mondta, a ti szemeitek boldogok, a Zákeus szeme is boldog volt, látnak, és a ti fületek, hogy hallanak, mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. Máté 13. rész 16-17. versét olvastam. Tehát Zákeusban nem egy bizonyos fokú érdeklődés volt, hanem a szívével szerette volna látni és megismerni Jézust, és hogy beteljesült az Úr szava ő rajta is, hogy boldogok azok a szemek, amelyek Jézusban, az Úrban felfedezik a Szentlélek által Isten fiát, a Mesiást, aki végül is a Golgotán meghalt a mi bűneinkért. A Károlyi fordításban így olvassuk, és igyekezik Jézus látni, ki az. De a sokasságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. Megvolt benne az igyekezet. Mindent megtett azért, hogy meglássa, hogy ki az a Jézus. Neki azt mindenképpen szemtől szembe kellett látni. Ő nem hírből akarta ismerni, hiszen most megvolt a lehetősége, de ennek voltak akadályai. Az egyik akadálya a saját fogyatékossága volt. Mi is ez a fogyatékosság? Hát kicsi ember volt, ezt olvassuk, kis ember volt, szó szerint az igében, itt a harmadik versben, és ezért az emberek eltakarták előle Jézust, nem láthatta, és nagyon sokszor akadálya a Jézus megismerésének a saját magunk fogyatékossága, a kisebbségi érzésünk, én méltatlan vagyok ahhoz, hogy Jézussal találkozzam, én méltatlan vagyok, hogy neki szolgáljak, de sok minden, én nekem nincs tehetségem, hogy bizonyságot tegyek a szolgálatra, ezért nem követem őt. Mi is az, ami akadálya annak, hogy Krisztussal találkozzunk? Jézus az igyekezetet látta, és ezt megáldotta. De a sokaság eltakarta Jézust előle, és az emberek nagyon sokszor eltakarják Jézust. Vajon mi is olyan emberek vagyunk, akik Jézust eltakarjuk, hogy a környezetünk ne lássa a nagy hangunkkal, vagy éppen a nagy fizikai erőnlétünkkel? Egy 17 éves fiú volt ott nálunk a rehabilitációs intézetben,
állandóan a konditeremben volt, mindig gyúrt, és csak azok voltak a barátai, akik őt tanították, hogy hogyan lesznek olyan izmai, hogy mindenki a csodájára jár. És már bántó volt, ahogyan ő kinézett, de ő annyira testies volt, hogy a lelki dolgokat nem tudta fölfogni. És nagyon sokszor a testiességünkkel eltakarjuk az Urat, és nem láthatjuk. Előlünk kitakarta el az Úr Jézus Krisztust a családom, aki azt mondja, hogy csak nem fogsz megtérni. Mi se tértünk meg, csak nem fogsz egy olyan szektához tartozni. Mi akadályoz a megtérésbe bennünket, hogy megismerjük, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Érdekes, hogy Zákeust nem tudta akadályozni a maga fogyatékossága, se a tömeg, mert annyira vágyott és annyira igyekezett, hogy megtalálta a módját. És most ez a pillanat volt az, amikor Zákeusnak döntenie kellett, hogy elszakad az alvilágtól, és Isten népéhez fog tartozni. Ez egy nagyon nagy döntés volt, majd később mondta Jézus, miután Zákeussal személyesen beszélt, hogy ma lett üdvössége. Most döntött, és te is hallod ezt a mostani szolgálatot is, neked is ez egy lehetőséged, úgy, mint Zákeusnak, hogy megtérj, hogy elszakadj az alvilágtól, a saját világodtól, hogy a Krisztus világába léphess, és hogy kegyelembe részesülhess. Igen, itt a negyedik verset végig gondolva, és a harmadik verssel összefüggésbe, ugye az a megállapítás, hogy Zákeus legyőzi és felülkerekedik az akadályokon. A fügefa a megoldás. Volt látása, hogy hogyan is tud ő Jézushoz közelebb kerülni. Hát ha fölmegyek a fügefára, akkor onnan mindent jól fogok látni, a levelek meg betakarnak, engem nem fognak látni. Vajon ahhoz, hogy mi tisztán lássunk, lélek szerint mi akadályozza? És ezeken az akadályokon felül tudunk kerekedni? Le tudjuk győzni. Te az akadályokat Krisztusért legyőzöd. Zákeusnak világossága támadt, jó látása támadt, hogy van megoldás. Isten készítette a megoldást. A hátunk mögött egy erikói fügefa van. Hasonlóra mászhatott föl Zákeus, és nem szégyelte. Hát mi lesz, ha meglátnak? Gondolta magába, eleget csúfoltak már engem az emberek. Ez már nem számít. Vállalom az Úrért, ha meglátnak. De ő látni akarta Jézust, és ezért legyőzte az akadályokat. Mi az az akadály, amit neked le kell győzni, hogy Jézust lásd? Hogy az ő szabadításába részesülj, a megváltásba. Igen, nagy dolog történhet egy tömegevangelizáción, ahol több ezer ember van együtt, és sok áldást kaphatnak, de ez nem helyettesíti a személyes találkozást Krisztussal. Nekünk, tehát személyesen, oda kell járulnunk az Úrhoz, elrendezni az életünket vele, és hogy nem csak egy igent mondunk, hogy igen, hogy veled akarok járni, vagy hiszek benned, hanem hogy mindent, tetőtől tartig, mindent odaadni. Tehát Zákeusnak volt igénye,
a Krisztussal való személyes találkozásra. Vajon neked, testvérem, van-e igényed arra, hogy Krisztussal személyes közösségbe légy? Mert részt veszünk egy-egy istentiszteleten, egy-egy nagy alkalmon, evangelizáción, de személyesen bemész a te belső kamrádba, hogy Jézussal találkozz. Megvan az a hely, ahol naponta közösséged lehet a Szentlélek által, a megváltó, feltámadott Jézus Krisztussal. Csodálatos dolog ez a közösség, de csak azoké, akik igénylik, nem a különleges embereké, azoké, akik ezt igénylik, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Nagyon figyelemre méltó ez a szó, ami még az 5. versben van. Tehát akkor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar. Tehát ez az a személyes hívás, amikor az Úr hív. Tehát nem az, hogy én valakinek a hatása alá jutok. Nagyon megtetszik egy ének, és akkor hát érdemes kereszténynek lenni. Nem így történik a megtérés, hanem hogy a szívem meghallja az Úr hívását. Nem csak az történt, hogy Zákeus ott a lombok között meghallotta, hogy Jézus keresi őt és hívja őt, hanem a szíve hallotta meg a hívást. És sok olyan keresztény van, időjelbe teszem ezt a szót, hogy sok olyan keresztény van, aki csak így a fülével hallotta a hívást is, hogy még döntést is hozott, de a szívével nem hallotta meg, hogy Zákeus, szállj le hamar, mert nekem a te házadhoz kell mennem, és ott fogok megszállni, ott fogok aludni a szobádba, és hogy az egész családod, hogy megláthatja Isten dicsőségét. Én úgy gondolom, hogy azért volt ez, hogy mert érett volt Zákeus a találkozásra, a szíve megérett, a lelke megérett, és hogy mit is jelent ez, hogy megérett, hogy kész volt megcselekedni azt, amit Jézus mond. És van itt még valami, hogy név szerint szólítja meg Jézus. Azt mondja, Zákeus, hamar szállj alá. Jézus név szerint mindenkire rátekint, téged is megszólít, és engem is. Jézus azt mondja, most van a kegyelmi idő. Hamar térj meg. Hamar szállj alá, mert még ma a te házadnál kell maradnom. Jézus azoknál marad, akiket ő név szerint megszólít, és ők engedelmesen reagálnak. Ez a hamar szó is nagyon sokat jelent a számomra. Jézus ritkán sürget ennyire. Ebben a nagyon nehéz járvány időszakban is Jézus ma név szerint szólít meg téged is, és engem is, és azt mondja, hamarulítsd meg a szövetséget velem, tarts bűnbánatot, térj meg, addig, amíg nem késő, mert se te, se én nem tudjuk, hogy meddig tart a kegyelmi idő. Minden esetre ez csodálatos dolog, hogy Jézus ismerte Zákeust, a szíve minden titkát. Ő nem csak azt ismerte, amit duruzsoltak a városba, a vámszedőről, hogy ez csak név szerint hívő, ennek semmi köze nincs se Istenhez, se Izrael népéhez, meg hogy milyen.
Jézus nem ez érdekelte. Jézust egyedül Zákeus érdekelte, hogy lehetne megmenteni az ő életét. És mint amikor valaki fuldoklik, és a mentő övet felé nyújtják és dobják, akkor az, akit meg akarnak menteni, az nem szónokol, hogy körbe tessenek jönni, mert ott egyszerűbb, és akkor majd én is könnyebben talán elkapom a kötelet. Csak segítségért kiált. Jézus pedig önmagát adja. És önmagát adta a kereszten Zákeusért is, értem is, meg te érted is. Hamar válaszolj rá. Elfogadod a kegyelmet? Ugye elfogadod?